vannak, és azért jöttem el, írtam oda programba beszélgetni veletek, mert egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, vagy kéne beszélgetnünk. Ez pedig a Latcho Drom. Ezt most találhatod? Na. Az élet? Nem az élet, hanem a C-től kezdődik. C. Ciga. Cigányokról? Így van, cigányokról. Most mit tudtok a cigányokról? Hű! Jó kérdés. Három fajta van. Az oké, az oké. Olasz cigány meg. Magyar cigány, vagy te kevős. Teás. És meg mit tudtok? Szegények, aztán még. Honnan jöttek? Mivel foglalkozunk? Súgok. Nem feltétlenül kéne, hanem a gyerekek kéne mondják. Mivel foglalkoznak a rombolók elsősorban? Mi az, amit csinálnak? A bejások azt mondták, hogy tekerősök, ugye? Tekerős? Aha. Ez a teknős cigányok, úgy hívják őket, azért, mert ők teknőket faragtak, meg ilyesmiket csináltak. Mivel foglalkoznak a rombolók? Az önnevük nem olyan állapodó, ha csak nem a másik nevüket mondjuk, ami úgy őket volt, de hogy mondtad az előbb? Muzsikusok. Úgy is hívják, muzsikus cigányok, így van. Nagyon-nagyon híres zenész emberek voltak a muzsikusok, és ők, ugye amikor letelepedtek Magyarországra, szerintem hogy keresték meg mennyire valót? Zenéléssel, így van. És ahhoz mi kellett, hogy valaki mondjuk meg tudjon így élni? Gitár. Kellett hozzá, így van. Tudnia, éreznie kellett az ütemet. Ezt is valóban, kellett hozzá zenei érzék, így van, azt mondani. Ahhoz kell pénz, hogy zenéljél? Hát mindenhez kell pénz. A mai világban olyan nincs, amihez nem kell pénz. De most gondolkodjál abban, hogyha mondjuk így letelepszel valahol, akkor mi kell ahhoz, hogy így... Aha. Hát ahhoz kellenek olyan helyek, hogy zenét, hogy ahogy zenét tudsz, nem? Milyen helyeken szoktak zenélni az emberek? Előadásokon. Például, aztán... Színházakban. Ott is, így van. Cirkuszban akkor... is, igen. Lagzik. Bulik, diszkókban. Attól függ. Diszkóban szoktak hegedülni meg? Nem, de énekelni, igen. Igen, diszkóban? Melyik diszkóban? Hát mondjuk Barcikán, melyik is az? Most már mondjak, mert utána nézek, én is állom diszkóban. Tessék? Nem, ott volt Béci is, ott lépett fel valamit a papba a diszkóba, Csacsa. Igen, és ott énekelnek a diszkóban? Igen. De fura, én nem is hallottam. Jó, a diszkóban is, igen, aztán még. Hát hol szoktak? Biztos láttatok már olyat, ha nem máshogy, akkor a tévében, mondjuk így, mit tudom én, valahol az emberek leülnek egy asztalhoz, és ők körülöttük ilyen emberek megerülnek. Ezt hogy hívják? Éttermekben így. Azaz. A mulató, kihallottam a mulató. Fási Ádámmal. Na szóval ott is, így a mulatóban is. Ott dolgoztak ezek a cigány emberek. Rettenetesen jól. És aztán, ami még a rombolókra jellemző, azaz rátok jellemző még, megtanulták, hogy hogy kell építeni ezeket a házakat. Ez egy nagyon fontos dolog. Éppen ezért a rombolóknál készült az első... Tégla. Na de milyen tégla? Na például a rombolókra gyakran mondják azt, hogy vályonvetők. Azt szokták mondani rá. Vályonvető cigányok. Szokták mondani. Ugyanolyan cigány vagyok, mint ti. Nem tudom. Mert te megtanultál cigányul, mert nem. Aha, és hogy tanultam meg cigányul? Megtanítottam. Ki tanított meg egy cigányt? Szülő. Igen, álltak akkor ezt olyan van? Hát már nem olyan családban nőttünk fel, ahol tudnak cigányok. Na de miért nem? Nem tetszett. És én meg miért igen? Mert magyar cigányok vagyunk. És? De mi az, hogy ma én is magyar cigány vagyok? Én sem német cigány vagyok, vagy francia. Hát igen. A Latcho Drom című filmet. Na, ebben a filmben nagyon szépen lesz majd, ott látni fogjátok, hogy hogyan történt az, amit most én elmondok nektek. legalábbis próbálom nagyon alakváltani. Jó, most nem leszek nagyon részletes. Nagyon szépen fogjátok látni a filmből, hogy hogyan zajlott ez az egész dolog, ami itten végbe ment, majd összelátjátok színes képekkel, sok zenével, érdekes táncokkal. Nagyon szép lesz, gyönyörű lesz. Elérkeztünk ennek a foglalkozásnak ahhoz a részéhez, amikor ezzel a filmmel szerettem volna megmutatni azt, amit elmeséltem eddig, ami pedig az volt, hogy a cigányok ugye alapvetően egy vándorló nép. Azt kérdeztem, hogy szomjas és kéne vizet? Jó, eljutottunk Indiától Egyiptomig, és akkor most elkezdtünk még egy picit keleten maradni, most jön majd egészen a közelhez, és aztán pedig eljutunk máshova, és akkor megbeszéljük a második kettő után, jó, hogy mi volt. Mehet a végén. Beszélgetünk a filmről, lesznek ezzel kapcsolatosan érdekes játékok. Nem illetve fogom hozni a ruhákat, majd megmutatni nektek, hogy emlékezzetek a filmre. Jó? És meg fogjuk beszélni, mit látunk.